És azt mondja, hogy na, fogok venni egy zsákkal, és hát legalább remélem, hogy egy zsákkal majd lehaladok. Egy gazda menne akkor vetni, egyik sem. Mit mond az Úr Jézus? Hogy valaki, aki bejön, akkor egy magból vár 30 magot, 60-at, vagy 100-at. Az azt jelenti, ha én egy zsákkal megyek ki vetni, akkor én a legjobb körülmények között 100 zsákkal fogok hazajönni. Ezt nem én találtam ki, ezt azt mondja Isten igény. 30, 60, 100. No, ha te szeretetet nyilvánítasz, ha odafigyelést nyilvánítasz, akkor nem csak annyit kapsz, amennyit nyilvánítottál. 30-szor annyit, 60-szor annyit, és 100-szor annyit. Tudjátok, drága testvéreim, ez az ige, amiről én ma beszélek nektek, az egész életemet megváltoztatta. Ez nem csak egy prédikáció, ez az életemnek a bizonságtétele. Én mikor megláttam, mikor először megláttam a Bibliában ezeket az igéket, és megláttam, hogy valóban Úr Jézus Krisztus olyan az én életem íze, ahogy én használtam a nyelvemet. Igazságos a te igény. Pontosan amennyit én kételkedtem valakiről, annyi kétel jött vissza, még több. Amennyit én kritizáltam, sokszor a több kritika dűlt az én fejemre. Jártam egy gyülekezetbe, szerettem egy olyan helyre ülni, mindenki lássa, hogy hogy viselkedik, mikor jön, mikor megy el. Szerettem úgy kritizálni, akkor még nem ismertem ezt a titkot. És akkor úgy megkritizáltam azt is megkritizáltam. És úgy el voltam magammal. Tudjátok, ameddig még egy ember kritizál mindenkit, akkor még elmegy a dolog. De képzeljétek el, mikor már mindenki engem kritizált, akkor mi lejöttem rá. Kerestem a Bibliába és megtaláltam, hú, majd az utolsó időbe kiül a szeretet. Ezt arattam. És nem tudtam, hogy azt annak az eredménye, amit én vetettem. Én kritizáltam, és aztán mindenki kritizált engem. Hát amit te cselekszel, amit te teszel, azt fogsz aratni. De nem csak annyit, sokkal a többet. Na most, mit akarunk aratni? Hát amit akarunk aratni, azt vessünk. Abba investálunk, azt investálunk. És azt mondja az ige, hogy áldást kell nekünk aratni. Hogy arra vagyunk elhívva, hogy áldást. Hogy ne kritizáljuk egymást, ne bántsuk egymást. Elnézést kérek, lássátok, elfeledkeztem. Ne bántsuk egymást, hanem valóban áldást nyerjünk. Ne szidalomat szidalomért. Mert ennek, ha mindig azt az egyet fogjuk vetni, akkor azt fogjuk aratni. És ne keverjük a dolgokat. Nem lehet a búza közé konkrét vetni. Nem lehet reggel jó vagyok, szép vagyok, ugye, vagy este valamit akarok a feleségemmel, ugye, akkor nagyon jó leszek. De nappal szidalommal és idegesség és a feszültségek és nem tudom mi, egyszerűen nem lehet. Konkoly van a buzába, elfújtja a buzát, egyszer nem fog keverni a dolgokat. El kell dönteni. De azt mondod, de itt bent valami úgy, mint olyan, mintha itt rúgó lenne bent, és úgy kényszerít, mondd meg neki, hogy mondd meg, úgy attogtassa a nyelvedet. Tudjátok, hogy mi az? Az az embernek a énje. A te szíved trónján nem szabad, hogy ott legyen a te érzéken éned. Nem szabad, hogy ez mozgassa a te nyelvedet. Nagyon sok ember, ha meg van bántva, nagyon sok embernek az énje, amikor meg van sértve, akkor azt ne akarjátok hallani, hogy mi jön ki abból a szájból. Mert a szívnek a teljességéből szól a száj. Azt mondja az ige. És azért szól a száj, hogy mi van ott a szívednek a trónján. Ha ott van az érzékeny éned, az a sértődékeny éned, akkor mindig fogsz pattogni. Mindig fog ilyen agresszív beszéd, ilyen bántó, megbántott
állapot előerő. Van szlovákban egy közmondás, azt mondják a szlovákok, hogy Zdjeraveo duba szola vileti. Az azt jelenti, hogy egy tölgy, egy lyukas tölgyből kirepül a hagó. Ugye? Jól mondom? De képzeljétek el, hogy tudjátok miért repül ki? Megérintem azt a tölgyet, tölgyfát, azt a lyukas tölgyfát, akkor egyszer csak bu-bu-bu, és akkor kirepül a hagó. Hát nem lehet testvérek, hogy bennünk hagók legyenek. Mert az fog belőlünk kirepülni, ami bennünk van. Azt fogunk beszélni, az jön ki belőlünk, ha valaki bennünket megpiszkál, ami bennünk van. Összekapnak a feleséget. Feleség és a férj. Összekapnak is. És akkor, hát mikor már tudjátok, mikor már úgy lecsitul a dolog, akkor járnak egymásról már. Kép mede a zvuk négy. A hang az nem megy. És akkor egyszer csak hát próbálkoznak, hogy már a hang is megyen, nem csak a kép, ugye? És akkor azt mondja, hát ha nem piszkáltál volna, nem jött volna ki belőlem azt, amit hallottam. Hát csak az jön ki belőle, ami benne van. Mert ha a baglyok benne fészkelnek, akkor csak a baglyok fognak onnan kirepülni. És ami bennünk fészkel, az a mi sértődéken élünk, ez baglyokat szül. Az olyan valami, hogy az ottan mindig csak a baglyok fognak kijönni. De a te szívedben, ne a te éned, ne a te sértődéken éned legyen, hanem a te szívedben ott legyen Jézus! Jézus legyen a te szívedben! És mikor az Úr Jézus Krisztus bántották, akkor mit csinált? Szidalmazott? Testvéreim, nem szidalmazott. Bántalmazta a másikat? Fenyegetőzött? Várjál majd, eljön az én országom. Ott majd megválhatom. Elfényj majd. Semmi. Ő csendben. Szenvedett, tűrt, nem szólt vissza. Tudjátok miért? Mert az ő szívében nem az ő énje volt, hanem az ő atyának lelke. Ha ott lesz Istennek drága lelke a te szívedbe, nem a te sértődéken éned a te szívedbe, akkor odaütnek a orcádnak egyik oldalára. És mit teszel? Mit tesz Jézus? Oda tartsa a másik oldalára. Nem provokatív módon, hanem egyszerűen azt mondja, most ennek az órája. Most egy ilyen fizetésnek van az órája. Egyszerűen az Úr Jézus Krisztus nem volt sértődéken, nem lobbant, nem volt ideges. Ott volt a Júdás, ott volt a áruló, nem bántotta őt, nem fenyegetőzött. Nem azt mondta, na várjál Júdás, majd rá fogsz te menni a dolgokra. Oda sül majd a rátásod. Nem. Egyszerűen ő szerette. Mindvégig szerette. Mindvégig. A szeretet az nem múlik el. Honnan venni ezt a magot? Emberektől? Ha emberektől fogod várni, soha nem telsz be. A te magtárad mindig üres lesz. Neked Istentől kell venni magot. Istentől kell venni ezt a szeretetet. Istentől kell venni ezt a türelmet. Istentől jöjj hozzá, és ő ad elég türelmet, elég szeretetet, és elég béketűrést a te életedben. Most próbálok szólni a szülőkhöz, a neveléshez. Elmondok nektek egy példát. Anyuka azt mondja az ő kislányának, kislányom, gyere, mosogasd meg a tálakat, a tányérokat. Hát melyik kislány az? Jelentkezzetek, aki úgy nagyon szeret mosogatni. Ugye? Egy kicsit hosszabb az óra, megy, és akkor mosogassa, és akkor hát ez teljesen máshol van, de ő mosogassa, mert anyuka azt akarja, hogy mossa a tányért, akkor mosom. Mosom, egyszer csak kicsúszik a tányér, és cserepek. Nagy olyan robbanás, ugye? Beszalad a anyuka, és most elindul. És azt mondja, hát te ügyet vagyok. Hát mit csinálsz? Ez már az utolsó tányér az én készülékért kerül. Minden tönkre teszel, minden ég a te lá- a te nem.